senki másnak nem sikerült annyi megalapozatlan állítást és igaztalan rágalmat felhalmoznia. Ön a bajnok, írta a miniszterelnöknek nyílt levélben Konrád György. Az író hozzáteszi, a legderekabb hazafias cselekedete az lenne, uram, ha lemondana az állásáról. Vendégünk Konrád György. Az USA rakétatámadást indított az egyik légibázis ellen Szíriában, Homs mellett. Oroszországot ugyan értesítették a Szíria ellen készülő amerikai csapásokról, de Vlagyimir Putyin elnököt senki sem hívta fel. Mennyire súlyos a helyzet? Gálik Zoltán kérdezzük. Boldog békeéveknek becézik a szakértők azokat az időket, amikor a heroin, az amfetamin, szipu és az LSD voltak a veszélyes kábítószerek. A legújabb designer drogoktól olykor őrjöngve halucinál a beteg, hullámvasúton a vérnyomása, szétesik a szívritmusa és az utóhatások is rettenetesek, mondja Zahár Gábor. Úgy képzelem, hogy Konrád György állampolgár megkapta a nemzeti konzultáció levelét, aztán ezek mellett értesült a CEU-t érintő hírekről, és aztán Konrád György, Kossuth Díjas magyar író, hát hogy mondjam csak, állást foglalt egy válaszlevélben. Miért pont most? Jó estét kívánok, köszönöm, hogy megtisztelt. Kezdett nagyon gusztustalan lenni az egész dolog. De gusztustalan ez... Ha ezt most annak tekintjük, már elég régóta. Elég régóta, én azért el is mondtam a magamét időnként, de hát folyton nem mondhatja az ember. Most látok egy ilyen, nem fordulatot, hanem egy elkanyarodást, egyre inkább hallom és érzem a náci beszéd bűzének a beáramlását. Pont ez az újdonság. Az alapvető újdonság ebben a levélben, hogy sokan finoman próbálják kapirgálni, hogy ez az állandó sorosozás. Ez vajon nem antiszemita mondás, hogy beszéd, nem? Gondolata? Nem tudom. Tehát pont azon gondolkozom én magam, hogy mindenki, aki zsidó származású ember, hogyha valakivel vitába keveredik, legyen az egy másik ország vezetője, és most ez a konkrét eset, az biztos, hogy egy antiszemita támadást szenved el, ha vitáznak vele? Ha támadják azt, amit képvisel? Ha mindig azt utálják, ha mindig arról van szó, az gyanús. Amikor egyszer-kétszer mondják, oké. Amikor néhányszor mondják, de amikor erre épül a stratégia egy egész év, akkor az már büdös. Azt írja, hogy Goebbels is stílus és antiszemita szótár használata az, amit a miniszterelnök szemére lehet vetni. Die Juden sind unser Unglück, a zsidók a mi szerencsétlenségünk. Most állandóan minden bajnak az oka a Soros. De ha Soros nem lenne zsidó, akkor is lehetne minden bajnak az oka, ugyanígy, nem? Nem mondanák annak. Biztos benne, hogy ez a gyökere? Hát ilyen módon biztos lehet, benne, hogy ilyen módon akar kacsintani mondjuk egy miniszterelnök a saját szélső jobbjának, mert egyébként nem érteném, hogy miért teszik. Hát nehogy a szélső jobbról őt nagyon megszorongassák, elkanalazza a szélső jobb frazeológiájából ezt, ami még talán itt-ott megy, mármint ez a zsidózás. De nem a származását, nem a vallását adott esetben, nem, hát hanem a tevékenységét mutatják. Mi baj lehet vele a tevékenységet? A tevékenysége többet tett a magyar diákok, az értelmiség működésének lehetővé tételére, mint bárki. Hát ha van egy csepp együttérzés ebben a miniszterelnökben, a magyar értelmiség érdekei iránt, ami éppenséggel, ha hazafinnak mondja magát, akkor így kéne, hogy legyen, akkor nem mennek bele ebbe az undorító értelmiség ellenes frazeológiába. Hát ez az egyetem, ez a CEU egy elég jó egyetem. Sok kiváló tudós jön, különösen így ilyen rövidebb időkre jönnek nyugdíjas Nobel-díjasok, akik itt érdekes dolgokat tapasztalnak. Hát amikor valami 60 országból jönnek diákok, és azok egymással
élénk diskurzusban vannak. Nem voltam sokszor ott, de ahányszor voltam, mindig azt láttam, hogy nagy nyüzsgés, bozsgás van, és ha volt olyan eset, hogy például balkáni és volt jugoszláviai diákok és tanárok összejöttek éppen a Soros biztatására, hogy beszéljenek egymással, azok, akik egymás ellen fordultak és szétmennek. Akkor kiderült, hogy remek diskurzusok adódtak. És azt hiszem, hogy ha egy kicsit tükörben nézne ez az ember, akkor látná ugyanazt, amit láttak már nagy politikusokhoz, hogy lejárt az idő. Amit most elmesélt mondjuk a CEU-ról. Igen. Az nekem inkább azt támasztja alá, hogy itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem arról, hogy van egy értelmiség, meg van egy jövendő értelmiség. Ha van, aki nem intőlem kapta a hatalmat. Erről van szó, ez nem kell antiszemitának lenni. De ha olyan emberek vannak, akik nem tőlem kapták a hatalmat, és akkor ágálnak, akkor azokat le kell törölnem. És hogyha mondja a zsarnok, mondja a vezéri állam. Ez egy vezéri állam, ugye? Az egy közhely ma már, hogy mindent ez az ember dönt el. Hogy nem lehet semmit se eldönteni nélküle, hozzájárulása nélküle. Ez már olyan gusztustalan, hogy ez már emlékeztet a Führerstát gondolatára. Ilyen módon értem, de azt még mindig nem érzem, hogy hol ebben az antiszemitizmus. Egy dolgot idehoznék. Netanyahu, ugye izraeli miniszterelnök, ugyanígy vitába keveredett Soros Györggyel, és az lett a vége, hogy Soros György távozott Izraelből a maga alapítványával. Tehát nem kell feltétlenül antiszemitának lenni, ugye Netanyahut nem vádolhatjuk ezzel. Nem vádolhatjuk ezzel. Hogy Sorossal lehessen vitatkozni. Hát ott vannak ilyen szemtelen zsidók, akik Netanyahuval vitatkoznak. Itt is vannak számarány túlreprezentálva valószínűleg az ellenzékben. Mert mindig is ez volt, hogy kritikusabb hajlamúak. Azt írja, hogy lejárt az ideje. Lebizony. Hát ez miből látszik? Churchillnek lejárt az ideje, pedig megnyerte a második világháborút. Ahogy Kohl kancellár egyesítette Németországot, és nagy német teljesítményt tett a világasztalára. És mind a kettőt leszavazták, azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég volt. Tudni kell, a bölcs embert az ismerteti meg, hogy tudja, hogy mikor lépjen be az ajtón, és hogy mikor menjen ki rajta. Csak ugye az az érdekesebb, hogy egy másik sorban meg azt írja, hogy meggyőződésem, hogy a rendszerváltozás óta ön volt a legkártékonyabb magyar politikus. Ha így nézzük, akkor sosem volt itt az ő ideje. Ha innen nézzük, sosem volt itt az ő ideje, de hát mégiscsak a harmadik ciklusát tölti. Igen. Mikor járt le az ideje? Mitől járt most le az ideje? Miért pont most? Mert mindenkinek megvan az ideje. Ez a Bibliában is benne van. Ugye a prédikátor beszéde. Tehát nem a kártékonyságától függ? Ideje van a bejövetelnek, és ideje van a kimenetelnek. Az embereket megunják. Így van ez az írókkal, és megunják a könyvét, ha túlságosan sokszor szerepel az a könyv, ha túl sok ismétlés van benne. Hogy tudna egy politikus ismétlések nélkül megélni? Hát mindig valami újat kéne mondania, de hát nem tudna. Hát de látja, most ez a sorosozás az igazán új. Hát csak mindig az újabb gyűlöletkampányokban tud elindulni, de ez is már unalmas, mert sejtjük, hogy megint töri a fejét, hogy kivel lehetne veszekedni. Egy veszekedős ember. Mindenek megvan a rendelt ideje, ugye a Bibliát idézte. És ha megválasztják mégis újra, akkor ez a rendelt idő, ez megnyúlik, ez tovább tart. Hát, ugye ebben az értelemben, egy demokratikus lesz, értelemben ez a rendelt egyre idő. Egyre rosszabb lesz, mert valahogy kimanőverezi magát az Európai Unióból, mert ha nem teszi ezt, akkor esetleg leszavazzák. Akkor esetleg elveszti a hatalmát. A hatalmát, ha elveszti, akkor kellemetlen kérdéseknek kell elébe nézni. Úgyhogy elképzelhető, és ezt látom már rossz előérzetekkel, hogy Magyarországot valahogy ki akarja pórázon vezetni az Európai Unióból, és ebben az esetben ugye az ő hatalma nagyon meghosszabbodhat, hiszen ezek a posztszovjet diktátorok, ezek a pártitkárokból lett
basik, atyák, azok attól tudták meghosszabbítani a csúcsvezetői pozíciójukat, hogy már nem tartoznak bele valamilyen más, nagyobb integrációba, mint volt a Szovjetunió, és mondhatják, hogy ők a kazakh nép apja, vagy a kirgiz nép apja. Őt is mondják is. Mondják is, és nyilván választ erre a levélre. Politikai rendőrség ügyel arra, hogy azok is maradhassanak. Nyilván választ erre a levélre nem vár, mert hát illúzió lenne. Hát ő, gondolom, a levél írója sem várt 10 millió választ, ha csak nem azoknak az idétlen kérdéseknek a kitöltését. 1 milliót szokott kapni, 1 millió választ. Legalábbis ezt szokták közölni, igen, hogy nagyjából annyi megy vissza. De akkor ez a levél, ez egyfajta értelmiségi kötelesség? Tehát az értelmiségnek meg kéne szólalnia? Itt van egy értelmiség, aki ezt én megteszi? Mások helyet sose beszélek. Én magamnak ezt a feladatot adtam. És mi következik még ebből a feladatból? Következik ebből valami? 84 éves emberek, sok idő talán nincs, de remélem, hogy még van valamennyi. És az alatt már borzasztóan fárasztó lenne jó pofát vágni hülyeségekhez. Mit gondol a Momentumról, a fiatalokról? Mit gondol a CEUS tüntetésről? Lát ebben annyit, hogy ne egy 84 évesnek kelljen a zászlót vinnie? Hát olyan sok bölcsességet nem találtam a szövegükben, és az, hogy olyan kellemetlenkedő szövegeket mondanak az öregebbekkel, vagy régebbiekkel, az nem tud engem elvarázsolni. Akkor miben bízik? Ugye a fiatalokban olyan nagyon nem. A jelenlegi politikusokat, hát jól ismerjük őket, lehet bennük bízni, ez döntés kérdése. Aki pedig hatalmon van, azt meg arra kérje, hogy menjen nyugdíjba és játsszon a kisvasúttal. Igen. Akkor miben hát bízik? Hát talán egymás között valahogy annyit lögdösödnek, hogy valamelyik előre keveredik. Az ellenzéki pártokra gondol? És pártvezetőkre? Talán éppen a Fideszen belül. Na, hát ez egy érdekes kombináció. Úgy gondolja, hogy Orbán Viktor magától képes lenne félreállni? Nem. A Fideszen belül lát annyit, hogy Orbán Viktor félreállíthatják? Érdekükben fog állni, mert nem szeretnének kimaradni az Európai Unióból. Hát az nekik nem lenne jó. És ha ez az ember továbbra is marad az ország élén, mint első számú vezető, de már az Európai Unión kívül, akkor egyre zsarnokibb lesz. Egyelőre azt szokták mondani, hogy önkényúr, vagy autoriter, vagy autokrata, vannak ezek a különféle szavak. Én is nem szoktam mondani, hogy zsarnoki dolgok. A zsarnokság utálatos, mert ha egy ember így felfújja magát, és azt hiszi, hogy csak neki van igaza, hogy ő belül lejön minden bölcsesség és minden legitimáció, akkor az visszatetsző. Ugye ennél ellenszenvesebb tulajdonság kevés van. A hiúság az nem egy érdem. És ezek a tulajdonságok egyre inkább ingerlékenységet keltenek magukkal szemben. Ha ingerlékenységet keltenek, akkor a válasz arra goromba lesz. Szóval csúnyább lesz talán a jövő, mint hogyha a miniszterelnök elegánsan feltenni azt a kérdést, maradjak, vagy búcsúzzunk. És elképzelhető, hogy az ország lakossága, ha ő tenni fel a kérdést, ha nem kellene attól félni, hogy elveszti az ember a megélhetését, akkor azt mondanák, hát búcsúzzunk, most már ez a játszma, ez meg. Na de közben azt mondja, hogy zsarnok, autoriter is, hasonló jelzők, előbb sorolta őket. Hát nem fogja ezt. Egy ilyen embertől ez nem várható. Semmiképpen sem. Csak ez egy játék, hogy volt egy elmejáték. Hogyha már mindenáron kérdezgetni akar bennünket, állampolgárokat, ez az ember valamiről. Hát az a sok buta kérdés szociológiában, én azt csináltam, és kérdőívekkel sokat foglalkoztam. Hát ezek teljesen rávezető kérdőívek. Hogy nem lehet mást mondani, mint amit ő sugal és a szájunk barág. De hát értelmes kérdéseket ő nem vár és nem kap, mert
saját önigazolását akarja meg. Hát ő feltette most helyette, menjen vagy maradjon, meg is válaszolta a saját levelében, a többit pedig a nézőkre bízzuk. Úgy van. Köszönöm szépen. Én is.